összességében jól játszottunk, apró kis buta hibáink voltak, amiből a Vipers gólokat szerzett, és élni tudtak ezzel, úgyhogy szerintem ez volt a fő probléma. Hát ugye ez először is gratulálok a norvégoknak, én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemeltem, győztek. Ugye nagyon sokat készültünk a héten Heidi Lökes emlegesítésére, és igazából én azt gondolom, hogy ez egyik úgy csomai mérkőzésnek az ő teljesítménye volt, sajnos ezt nagyon rosszul oldottuk meg. Nem kívánok arra hivatkozni, nagyon sok gonddal küzdöttünk itt a héten, tehát sérülések, betegségek, de nyilván ez nyomot hagyott rajtunk. Mennyire volt nehéz például harcolni egy olyan világszára, mint Heidi Lökke, akit gondolom annak idején te még a tévében néztem, mikor Győrben játszott? Igen, én ezt mindig egy kihívásnak fogom fel, úgyhogy úgy vagyok vele, hogyha őt le tudom védekezni, vagy ő ellene meg tudjuk csinálni a dolgokat, akkor az mindenhol jó lesz. Úgyhogy én ezt egy kihívásnak fogom fel, tényleg is nagyon, hát örülök, hogy játszhatok ellene. Én úgy érzem, hogy ami miatt nagyon-nagyon csalódott vagyok, hogy volt egy időszak ennek a mai mérkőzésnek, amikor mentálisan alul maradtunk a norvégokkal szemben. Viszont annak tudok örülni, hogy a végjátékban nem hajtottuk le a fejünket, és nem adtuk fel a mérkőzést, és ezért azt gondolom, hogy az utolsó 15 percben, és nyilván ez nem ez az öröm benne, hogy az utolsó 15 percben kézzabdáztunk úgy, ahogy nekünk kéne, hanem az, hogy az utolsó 15 percben tudtunk egy jó szakaszt menni ezen a mérkőzésen, ez biztató, de az első félidő vége és a második félidő eleje az nagyon rosszul sikerült számunkra ez a mai mérkőzésen. Mindig küzdeni kell. A végén nyilván már, mikor ilyen 2 perc van hátra és 50 közte, akkor már ez olyan netesebb, de mindig harcolni kell, úgyhogy mi így álltunk hozzá, és tényleg a félidőben is próbáltunk meg így jönni, hogyha ki is kapunk, legalább ne legyen sok közte, és szűkítsük az előnyüket. Az tény, hogy egy nagyon kemény mérkőzés volt, rengeteget kellett futni, és én úgy gondolom, hogy nagyon kemény játékerőt képviseltek. Valóban nagyon sokat készültünk a beálló semlegesítésére és a lövők megállítására. Voltak is jó periódusai ennek a mérkőzésnek, de valóban voltak olyan percek, amikor egy kicsi belefáradtunk. Én is örülök, hogy a végén még bennünk maradt a küzdőszellem, és az utolsó percig hajtottunk és küzdöttünk, hogy jobb eredményt érjünk el. Örültünk volna, hogyha a munkánknak meg lesz a gyümölcse, és pontot vagy pontokat tudtunk volna csenni a Vipers csapatától, de a következő feladatokra koncentrálunk, és továbbra is harcolni fogunk. A középdöntőben ez a 2 pont mennyire hiányozhat, majd 2 vagy 1 pont, ugye? Biztos, hogy hiányozni fog, de hogyha ott megverünk mindenkit, akkor nem lesz gond ezzel talán. És azért a meccsen még tesztek egy próbát, hogy ne 0 ponttal menjetek? Persze, azért megyünk oda, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Reménykedünk benne, hogy sikerülni is fog, nem lesz egyszerű, de nekik vágunk.